Na jó. Szóval ebben a pillanatban végeztem egy High School 3-as. Hol van róla egy kép? Itt van. Ez ilyen idióta kép róla, de mindegy, valamit azért csak elárul a hűtőjéről. A lényeg az továbbra is az 1950 XT. Lecseréltem a hűtőjét, mert a hisz. Az High School 3-mal egy kicsit csalt, hogy őszinte legyek. A csalás abban áll, hogy a hűtő az nem ér végig a hűtőmezőbe, ez egyedül csak vezeti itt a levegőt, és a hűtője meg alulról, magáról a hátsó memória részről szívja el a levegőt, ezért belül írdatlan mennyiségű por és kosz halmozódik föl. Most valamennyire ugyan ki van takarítva, de hát ez így elég gáz. Meg ráadásul rendkívül halk, tehát semmi hangja nincs barátunknak, de teljesítménye sincs. Úgyhogy szépen visszaraktam a Zafir hűtő, a súlya olyan, mint a izé. A románok ezt meglátnák, ki mennyi rezet van benne. Na mindegy, hát remélhetőleg majd menni fog a kettő együtt. Van még egy extra kérdésem is. A kérdésem az, hogy ez a hízhez, ez a vacakhoz, adtak egy hidat. És próbálom kinyitni félkézzel. Hát nem ám egyszerű kinyitni. Na, most csak nehezen ki kell nyitni. Ez egy ilyen hajlékony, ilyen flexibilis genyó, de mint olyannak, az a lényege, hogy amikor a két kártya már a gépben van, akkor ezt így a tetejére rá kéne tenni. Na most, a hiszen, mint olyan, meg ugye az előjelben megjegyzem azért, még a Zafiron se nincsen ilyen felső csatlakozó, amire ezt rá lehetne dugni. De azért ezt rendesen adották, tehát köszönjük szépen. Matricát már elkezdtem leszedni róla, mert nagyon csúnya. Az alatta lévő csaj az jobb. Ja, másik. Az Ice Q-nak a hűtője két darabból van. Az egyik darab, ugye, amit már az előbb megpróbáltam kivesni. Hát szóval van ámanyag benne rendesen. Na, mindjárt. A lényeg az, hogy a másik az valamivel jobb minőségű. Ez a memória hűtő rész. És alulra ilyen rágógumi darabokat ragasztottak, amiknek az lenne a feladatuk, hogy elvezessék a hőt erre a réz cucra magára. De ez, mivel már kívül esik a hűtőn, mert ez nagyjából így néz ki, így, mivel ez így néz ki, ezért erre már nem megy levegő. Király mi? A Zafir barátunk ezt úgy oldotta meg, hogy az egész végig rá van téve az összes csípre, összes hűtőre, és az egész úgy, ahogy van, az elejétől majdnem teljesen a legvégéig tele van ilyen rezes, ilyen lamellás genyóval. Jó, hát igaz, hangosabb, ahogy már mondtam, de nagyobb is a hűtő teljesítménye. Na mindegy, rövidesen összerakom. Ez a kedvencem lesz sokáig. Rövidesen összerakom, aztán ismét beköszönt a Crossfire.